Az embernek joga, vagy inkább kötelessége van itt a Földön? Tehát ez azon nagy nemzetközi napok egyike, ami azért nagyon szépen megmaradt az elmúlt 50 évben. Mégis sajnos azt látjuk, hogy igazán a célját nem érte el, tehát minden létező környezeti indikátor romlik, és egyértelműen és látványosan romlik az életterünknek a minősége. Tehát itt az idő, tehát eljött tényleg az az idő, hogy nincsen választásunk, bele kell állni. A Föld lakosságának körülbelül 72% a városlakó. Ők a természetben nagyon kevés időt tudnak tölteni, így nem is ismerik azt. Környezeti szempontból egyértelműen a fogyasztás csökkenése, a fogyasztási szokásainknak az átalakítása az egyetlen, ami működőképes. Egyszerűen azt kell magunkban eldönteni, hogy nem attól vagyunk többek, hogy vásárolunk, nem attól, hogy újabb kacatot viszek haza. Az unoka nem azért fogja jobban szeretni a nagymamát, mert még egy kis műanyag kacatot, egy kínai műanyag kacatot megvesz. Az idő az, amit inkább nekünk rá kéne szánni. Sokkal többet a természetben lenni. A természettől nem szabad ennyire elszakadni. Tehát amikor embereket látok, hogy a légkondis házból beszáll, a légkondis kocsiba is elmegy, a légkondis munkahelyre, neki hiába magyarázza el az ember, hogy amúgy kinn a földeken, a hőhullámokba folyamatosan hőgutát kapnak az emberek. Tehát hogy ez egy olyan dolog, hogy ezt meg kell tapasztalni, és időt kell ráadni. A tudatos vásárlással hatással tudunk lenni a piacot meghatározó gazdasági szereplőkre is. Tehát azt, hogy az ember azért dolgozik, hogy utána tárgyakat vásároljon, és erről szól az életünk, egyszerűen abszurd. És mindenkinek a saját életébe kell megtalálni. Nyilván, aki cégvezetőként, sokkal nagyobb felelősség, aki hétköznapi állampolgár, neki hétköznapi állampolgárként kell megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy tudja a fogyasztását csökkenteni, hogy olyat nem vásárolunk, amire nincs szükségünk. A megtermelt hulladékunk körülbelül 37%-a élelmiszer eredetű, ami szintén meghatározó és terheli légkörünket metángázzal. Teljesen megváltozik az épületgépészetben is az igény a hőmérséklet miatt, tehát a klíma irányába. A hőmérséklet emelkedés pedig folyamatos, és ezt nem tudjuk elkerülni, ezt a dolgot, amíg mi nem változtatjuk meg a környezetben a széndioxid kibocsátást és egyéb szennyező anyagoknak a kibocsátását, nem változunk. Sajnos most mi felhasználjuk a természetet, vagy használjuk a természetet, és ahelyett, hogy a jövőnek építenénk ezt a dolgot, és arra vigyáznánk, hogy a természetet megőrizzük, a fákat szaporítsuk, az oxigént növeljük, és ezzel tudnánk a Földnek a jövőjét is építeni. Az egyre szélsőségesebb időjárás nem csak az emberi szervezetet viseli meg, hanem kihatással van az összes többi élőlény életére is.